Köszönöm szépen a lehetőséget, köszöntünk mindenkit. Először hangozni a Csernák Róbert urat, aki a barátom, kollégám, kb. 26-27 éve ismerjük egymást, és most már egy cégben is dolgozunk, de amikor nem dolgoztunk egy cégben, akkor is sokat együttműködtünk. Nagyon sokat tanultam tőle, és ez a mai nap egy picit ilyen személyesebb hangvételű lesz a részünkről. Ugye a térinfotika avval indult ez a történet 90-es évek elején. Én 94-ben én voltam az első olyan ember, akinek a ilyen technikusi képzésben a Naiman János számítógépész szakképzés és a BME közös gondozásában volt egy technikusi képzés. Ez első évben én voltam benne, és mint Baranyi, én vagyok a 001-es számú térinfotikai szakmával rendelkező, egyébként programozó, kiegészítő képessége rendelkező emberke, és egyből bele is vágtam a lecsóba, tehát eljöttem, elmentem dolgozni, és csináltam ezt a történetet. Robi az sokkal veretesebb múltra tekint vissza, itt a egyetem falai között is tanult többek között, de azt majd ő elmondja. Egy rövid kis helyzet érkezik, és honnan indult az egész történet, és hogy picit utalva itt a történelmi hűség kedvéért, hogy mi ezt hogy éltük meg így. Én ugye 21 évesen kerültem a Landinfo nevű, Landinfo Kft.-hez, aki ténylegesen térinfotikával foglalkozott. Ugye akkor a Desktop GIS, CAD GIS, ugye ez a vonal volt nagyon erős, és én egyébként, mint programozó, tehát én MapInfo és ilyen AutoCAD programozóként kezdtem ezt a cégnél, és azt gondoltam, hogy itt azért jobb a térinfotika, mint a sima programozás, mert ilyen színes dolgok vannak a képernyőn, térinfotika, térképek. És amikor már így elindult a történet, már a 90-es évek közepén, azért itt az aratbádisokkal, megosztott rendszerekkel kezdtünk dolgozni, én már ebbe csöppentem bele, én nekem zavaró volt az, hogy csak a fájllapú megoldások, hiszen én adatbázis programozásban is erős voltam, tehát így elindítottuk ezt a térinfotikai téradatbázis kezelési dolgot, már a 90-es éves közepén is volt ennek megoldása. Aztán jött a webes kitekintés, ez szintén ebbe úttörős terepet játszott, mind a ketten a Robival. Ugye Robinak a második diplomunkájában ez a térinfotikai webes rész elég erős, és annak még egy két-három bekezdését azt én küldtem át, akkor nem tudom, talán e-mail se volt még, de lehet, hogy volt, de valamilyen egyéb adat hordozón, hogy egy gépjárű követő rendszert mi fejlesztettünk először Magyarországon, ami már webes alapon, SMS alapon, sőt DGPS-szel megtámogatva sokkal pontosabban is működött. Ez a 90-es éveknek a közepe második feléről szólt ez. Emlékszem, még ilyen info kiállítás nagydíjat is nyert az alkalmazás ebben, sőt még valami tévés riportba is sikerült bekerülnöm, mint fiatal titán. És utána jött már a nagyobb ugrás, ez a Enterprise GIS, vagy megosztott rendszerek, webes rendszerek, integráltabb átirányítási rendszerekkel, vagy komplexebb rendszerekkel történő dolog, és most már azt mondhatjuk, hogy már a térinfotika, vagy a tér kötél informatika igazából már a felhőbe költözik. Tehát a decentralizált felhők világában élünk már, és az egész fejlesztési platform is ebbe van. Ezért gondolom azt, hogy az a lehetőség, amit így elmulasztottunk az elmúlt években, és ki itt van, mindenkiben hiányérzet, az esetleg ebben a technológiai lehetőségnek a megnyitásával sokkal erősebben fog tudni érvényesülni. Csak egy kis említés, hogy az összekapcsolt csapatok, összekapcsolt rendszerek, összekapcsolt adatok, és egy közös térben kell már gondolkodnunk. Azért azt fogadjuk el, hogy Magyarországon szerintem a legnagyobb hiányosság abban, hogy a térinfotika, vagy a térinfotika, vagy a BIM működni tudjon, az abban jelentkezik, hogy nincsen magas szintű tartalmi, formai szempontból magas szintű állami, jellemzően állami adatszolgáltatás. Ami nem csak egy térinfotika alapszolgáltatás jelent, hanem egy 3D-s Magyarországnak a digitális ikernek a másolatát, és ezt szolgáltatni a tervezők felé, a kivitelezők felé, és a térinfotikusok felé. Ezért mondjuk mi azt, hogy a térinfotika lényegében már nem létezik önmagában, hanem a legszorosabban talán a tér kötél informatika, azaz a BIM-hez, az infrastruktúra tervezés, kivitelezés, üzletéshez kapcsolatos technológiai és egyéb módszertani megoldásokhoz sorolható. Hiszen ez az összekapcsoltság jelenti igazából a fejlődésnek azt az áttörését, hogy ténylegesen hasznosuljon
az adat, és hasznosuljon azok a tudás és az a technológia, amiről mit beszélgettünk. Én nagyon sok embert, akit végighallott, nagyon sokat tanultam tőlük, tehát nekem ők tanítómesterém a konferenciákon, szolnokon, stb. De most, hogy megvett minket egy külföldi cég, és egy magyarországi leánya vagyunk egy mérnök informatikai cégnek, ami Európában piacvezető, csodálkoznak a Magyarországon, hogy nincsen ilyen típusú adatszolgáltás, hogy emiatt az ő technológiai bevezetésük sokkal lassabb lesz, hiszen nem tudják adathiányból fakadóan olyan dinamikusan fejleszteni ezt a rendszert. És akkor ki itt a szakmából elrugaszkodva Robival egy személyes kapcsolat, ugye különböző cégbe kezdtünk el dolgozni, ugye én a Varinex-be vagy Landinfo-be, ő a Hungaroket-be, de nekünk a barátságunk, együttműködésünk az a kezdetektől megvolt, és mi egy nyerőpárosnak gondoltuk magunkat mindig is. Az volt a kérdés nagyon régóta, hogy hogy fogunk mi egy csapatba dolgozni, és végül is úgy alakult, hogy sikerült egy csapatba dolgoznunk, és 2013 óta egy cégben is vagyunk, és talán azt gondolom, hogy nekem, ha Robi nem jön át hozzám, és együtt nem tudunk dolgozni 13 óta, akkor lehet, hogy én már feladtam volna ezt a néha kilátástalan harcot, hogy megdöntsük és megváltoztassuk a világot. Tehát nekem ezt külön köszönöm Robinak ezt a motivációt, ami nagyon jó együttműködés alapszik, közös az értékrendünk adott esetben, és ez egy Las Vegas-i konferencián egy ilyen, akkor még nekünk egyszerű magyar gyereknek nagy volt, hogy egy Mustang, nem is belőjük, hanem mellé tudjunk állni. Vannak közös nevezőink is adott esetben, ami fontos, hogy a közös gondolkodás eredményeképpen tudjuk azt megvalósítani, és a közös gondolkodásnak ez a megosztott közös adatkörnyezet, ez a technológiába is átszüremlik. És igazából én azt gondolom, hogy ez a kép jellemzi legjobban most, amire szükség lenne, és a térinfatikát én ilyen szinten közelíteném, hogy a közös nevező, az emberi közös nevező, a szakmai közös nevezők mellett magában a térben kell elképzelni, amely a célnak, a valóságnak a digitális tükörképének kell, hogy legyen. És ezeket kell egy tervezési, térinfatikai, vagy téradatgyűjtési, téradatbázis képítési, és ennek a előnyét kihasználó megoldásként adni, mert a döntéstámogatók automatizálást akarnak, kivitelezéstámogatást akarnak, döntéstámogatást akarnak, megosztott rendszereket akarnak, és egy olyan prediktív analízist akarnak, amiből a beruházásnál előre tudják azt, hogy mi fog történni avval az infrastruktúrával, vagy annak a környezetével a következő 10-20 évben. Itt elhangzott az, hogy hol van a térinfának a helye. Szerintem most a új korlátozási struktúrában az építési és beruházási minisztérium próbálja ezt gazdasági alapon közelítve digitalizálni az infrastruktúrának a tervezését, kivitelezését és üzemeltetését is. Most ebbe be tud lépni szerintem a térinfatika, illetve azok az adatértékek, amiről beszélgettünk akár a Lechner által, akár az elmúlt években. Tehát ha jól gondolom, akkor most tud esetleg hasznosulni majd az a hihetetlen munka és érték, amit beleraktunk ebbe sokan az elmúlt 25 évben, de csak akkor, hogyha ebben a technológiai körzetbe tudjuk ezt helyezni, és a digitális gazdaságba tudjuk ezeket helyezni. Átadva nem sokára szólt Robinak, tehát körülbelül ezt látom, hogy 20 éve, körülbelül 25 éve még egy 2D-s rajzot láttunk a képernyőn, most már egy 3D-s világot látunk a képernyőn. Egy gyors megjegyzés csak egy generációs szinten. A mi gyerekeink, az én gyerekeim SimCity-vel meg Minecraft-tal játszanak. 10-11 éves gyerekek, hálózatba kapcsolva, városokat építenek, terveznek, sőt, még az embereket is szimulálják. Ők ebbe a világba élnek, készségszinten ezt megtanulják. A BIM az majdnem ugyanaz, csak ipari szempontból, mint ez a SimCity, vagy ezek a játékok. Kérdezem én, hogy fog ez a szakma fönnmaradni anélkül, hogy ezeket ebben szociálódott digitalizációban élő fiatalokat, akik 10 év múlva munkavállalók lesznek, de lehet, hogy 5, hogy fogja beszippantani ez a terület, ez a szakma, hogyha nem tudja ugyanazt a digitális komfortot nekik adni, amit egyébként megszoktak gyerekkorunkban, amikor játszottak a számítógépen. Sehogy. Tehát nem csak azért kell fejlődni, mert hogy egynek gazdasági értéke van, mert a fenntarthatóságnak az egyik alapja, hogy nem lesz ki használja a rendszereket. És én nem hiszek abban, hogy mindent lehet automatizálni, meg digitalizálni, tehát az emberekre igenis szükség van. Mert
ők már nem fognak elmenni lakógyűlésre szavazni, ők egy digitális környezetben akarják meglépni, hogy mi lesz az infrastruktúra körülöttük. Ők már nem akarnak 2D-ben értelmezni rajzokat, hogy felülnézetből, ugye felülről nézve térképet állj, hanem ők már el akarják azt látni a térképen, amit látnának a valóságban, ugye Zsolt mondta, kiteresztett valóság. Ők már nem akarnak papíron vonalzóval méregetni, ők egy digitális világban akarnak úgymond közlekedni, és akkor még nem is a kiterjesztett, meg a megosztott, meg a virtuális valóságról beszélünk. Ők már nem akarnak ilyen nyomtatott térképeket látni, és nem is akarják értelmezni, hiszen ők nem ehhez szoktak hozzá. Nekik ez a típusú tudásuk már nincsen meg. Nekik az a tudásuk van, hogy minden térbe el tudnak képzelni összefüggést. Tehát ez, ahhoz, hogy ezt a világot meg tudjuk teremteni, lásd, 3D, mondjuk eltér. A bal oldalon így néz ki egy rendezési terv PD-be kinyomtatva mondjuk 20 éve, meg, és sajnos még mai napig is. És egyébként egy várostervezésnek, egy politikusnak, egy lakosságú fórumnak, egy lakosnak, egy állampolgárnak neki nem műszaki térképeket kell mutogatni, hanem a műszaki tartalommal felvértezett térképeket kell valóságban rakni, és akár a virtuális kiterjesztett valósággal tudjuk ezt használni. Ennek a technológiai körzete, még egyszer mondom, nagyon régóta, 10 éve, 5 éve megvan. Magyarországnak az elterjedése akkor fog lenni, hogyha ezt be tudjuk rakni azokba az adatkörnyezetbe, és az állami adatszolgáltás ilyen szinten fölzárkózik, hogy tényleges ezek a típusú rendszerek, azok el tudjanak terjedni. Arkan Systems új cég. Mi büszkék vagyunk arra, hogy kellőképpen erősek és jól dolgoztunk az elmúlt 10-20 évben úgy, hogy minket érdekelt egy befektető, és minket megvettek. A tudásunkat vették meg, a piacunkat vették meg, sőt azt a képességet vették meg, hogy velünk jobban tud majd fejlődni ez a cég. És ilyen cégcsoportban ilyen együttműködő partnerek vannak. Mi büszkék vagyunk arra, hogy becsülettel végigtoltuk ezt a 20-25 évet, mert azok a cég, akik ezeket a térinfatikát lejáratták a különböző pályázati pénzeknek a nem hatékony elköltésével, azok már nincsenek itt ebben a teremben, vagy nincsenek is a piacon, mert ők a szakmai szempontok helyett és az, hogy jól dolgozzanak helyett, a gazdasági egyéb előnyöket szerezték, vagy tekintették fontosnak, és ebben nehezítve az ilyen típusú cégek, vagy ilyen típusú embereknek a dolgát, és egyébként nehezítve a térinfodikának a kormányzati, vagy a lakossági megítélését is. Tehát ez szerintem egy picit bűn. Átadom a szót Zsernák Robert kollégámnak. Köszönöm szépen, akkor én folytatnám tovább. Gyuri mondta, hogy mi vagyunk az ifjú titánok, hát én 94-ben kezdtem itt a Műegyetemen földmérés térinformatika szakon, és 2000-ben végeztem. Annyira már nem is vagyunk talán fiatalok, és tényleg azóta azért elég sok rendszert építettünk fel itt, akár külön-külön, akár közösen Péterrel, és nagyon jó volt látni itt a Zsoltnak az előadásába akkor kigyűjtötte, hogy hol működnek mindenféle ilyen térinformatikai rendszerek, és ott a milyen kis ott volt a képernyő, sőt a megvalósult, vagy a működők közül ott a nagyobb számban is jelen voltunk. Hát erre törekszünk tényleg, ahogyan a Peti is elmondta. Én egy kicsit ilyen reálisabb leszek, és elnézést is kérek előre ezért. Én egy olyan két kis videóval indultam, vagy készültem erre az előadásra, ahol meg szeretném azt mutatni, hogy sajnos mi a magyar valóság, és ehhez képest mi milyen megoldásokat szoktunk azoknak a cégeknek, akikkel kapcsolatban vagyunk javasolni, és mégis nagyon sok esetben azt látjuk, hogy a könnyebb utat, az egyszerűbb utat fogják majd választani. Ez majd egy ilyen hírközműs példa lesz, most jelen pillanatban is, aki már kicsit olvasott róla, jelen pillanatban is ugye a hírközmű, az NMHH egy ilyen nagyobb térinformatikai rendszert készít, ami a hírközlési tervezőknek a munkáját segíteni meg, központi tervezési adatbázisokkal, meg egy ilyen jellegű dologgal, de nem menjünk ennyire előre. Ezt a diát egyébként a Lechnertől loptam, nagyon-nagyon szeretem ezt az ábrát, mert szerintem egyik legjobban elmagyarázza azt, hogy tényleg hol is tart a technológia, ahol ugye azt mondjuk, hogy akár komplex tervező, akár CAD, akár GIS rendszerű nyilvántartó szoftverek rendelkezésre állnak. Nagyon-nagyon szeretjük mi is ezeket az úgynevezett nyílt forráskódú technológiákat. Szinte majdnem minden térinformatikai, webes térinformatikai rendszerünkben ott vannak a nyílt forráskódú termékek.
és ugye az Arkansz lévén iszonyú nagy utat törtünk ebbe az úgynevezett mobil technológiai világba is, hiszen, ahogyan Peti mondta, nem tudunk enélkül már létezni. Mégis azt veszem észre sajnos, hogy a tervezés, akármilyen tervezés, akár vízi közműtervezés, akár távfőtervezés, akár közmű egyéb szakterülete, például hírközlési tervezéseknek nagy javarészt még mindig sajnos rajzalapú. Igazából nem olyan rajzalapú, hogy papíron rajzolnak, hanem a magákat, a CAD és GIS eszközöket, azokat vonalhúzogatásokra használják, és egy digitális rajzlapon dolgoznak, és ők azt hiszik, hogy igazából ezzel már modern technológiát vittek az életükbe, holott közben nem jönnek rá arra ezek a tervezők, hogy pont adatokat nem tudnak kinyerni ezekből az úgynevezett digitális rajzlapokból. Tehát igazából lényegében nem nyernek ki semmit a rajzból, mert a végén kinyomtatják azt, hiszen legtöbb esetben a kivitelezőnek még mindig egy ilyen jellegű információra van szüksége, hogy papíron lássa ezeket az információkat. Nagyon sok térinformatikai tapasztalattal rendelkezek, annak ellenére, hogy azért én is fiatal vagyok, hiszen én igazából nagyon sok műszaki térinformatikai megoldást készítek távhőszégeknek, közmű üzemeltetőknek, vízi közmű szektor, meg ilyen területeken, és mindig azt veszem észre, hogy a legtöbben megelégszenek azzal, hogy sokszor ezek a vállalatok kiszolgálják igazából azokat a kötelezettségeiket, amit mondjuk megkövetelnek tőlük. Ilyen mondjuk az elközmű szolgáltatás, hiszen az kötelező, a kormányrendet előírja, vagy egy megaradt szolgáltatás. Gátat szab nekik egy megszokott munkarend, ez egy óriási nagy probléma egyébként az ilyen állami, vagy önkormányzati, meg egyéb szektorokban, hogy igazából van egy kötött olyan munkarendjük, amiből dolgoznak, olyan eszközökkel, és nem nagyon akarnak nyílt technológiák felé nyitni, vagy új felé, mert félnek az ismeretlentől, félnek attól, hogy az a munkarendjüket meg fogja változtatni. Na ez majd, amit a Peti mondott, hogy ez a Z-generáció, ezt majd ugye nem tud ebbe a munkarendbe valószínűleg majd bele szocializálódni, és ott igazi nagy problémák lesznek, mert ő nem akar majd 8 órát kávézgatni az irodában, hanem ő tényleg hatékonyan szeretne majd dolgozni, és azt nem olyan eszközökkel, hogy papírtérképeket nézzem. És nagyon sok esetben sajnos azt is észreveszem, hogy a szoftver oldalt nézzük, hogy oda visznek sokszor eléjük valamilyen szoftver megoldást, és ezek a szoftver megoldások nagyon drága bevezetési költséggel és üzemeltetési költséggel kerülnek be mondjuk egy ilyen munkahelyre, egy közműüzemeltetőhöz vagy egy önkormányzathoz, és mégis egy idő után így elvesznek. Azért vesznek el, mert mit tudom én, az informatika nem tud nekik jogot adni ahhoz, hogy hazavigyik őket, kint a terepen nem tudják őket használni, mert VPN-hez kötött, a mobil eszközük az nem alkalmas ezeknek a kiszolgálására, stb. És elkezdenek visszanyúlni ahhoz a technológiához, amit használtak. Vezetik az Excel tábláikat, vezetik a kis egyéni elszigetelt kis kedrazocskáikat, és abba kezdenek el dolgozni. És akkor két kis ilyen kis videót engedjetek már meg, hogy lejátszak majd. Nem fogom végigvinni őket, csak hogy elmagyarázom, hogy hogyan dolgozik most egy mai tervezőmérnök, és hogyan kellene igazából dolgozni. Ő itt ezen a képen Karcsi, aki igazából azt a feladatot kapta, hogy meg kell neki tervezni egy ilyen hírközlési hálózatot, és ugye szintén gyakori példa, hogy Karcsi az részt vesz egy ilyen önképző AutoCAD tanfolyamon, nem megy el vagy a cége, vagy ő nem hajlandó arra, hogy igazából egy szakszerű, normális, mit tudom én, akár térinformatikai alapokkal megtüzdelt normális tanfolyamot elvégezzen, de legalább már Karcsi nem papírral, meg csőtorral rajzol, és ezért elkezdi a tervezést így magába. A képernyőn egyébként egy AutoCAD mappet látunk, ami szintén nagyon-nagyon gyakori példa, hogy a térinformatikai eszközöket a tervezők nem térinformatikai szemszöggel használják, hanem igazából rajzolásra, tehát használják azokat a minimális képességeit, amit igazából mindenki tud. Hogyan kell egy blokkot lehelyezni, hogyan kell azokat esetleg mondjuk valamilyen fóliákra csoportosítani, hogyan kell abból azokat beilleszteni a rajzba, azokat módosítani olyan szintre, hogy amikor majd kinyomtatja azt a szerencsétlen tervet, ami elkészít, az kinyomtatva úgy nézzen ki, mint ahogyan mondjuk a szabvány megköveteli. Tehát mondjuk piros legyen, szaggatott legyen, olyan jelkulcssal rendelkezzen, hogy arról felismerhető legyen, hogy ez jelen esetben az egy faoszlop lesz. Ha közé húzza azt a vezetéket, amit ő közé akar húzni, akkor azon ríjon le egyből, hogy ez egy légkábel,
vagy valamilyen, mit tudom én, föld alatti alépítményes objektum. Legtöbben sajnos még fóliákat sem használnak. Nagyon-nagyon gyakori példa, milliószor dolgozunk be különböző közműtervezőknek a nyilvántartásait. Gondoljatok bele csak arra, hogy egy DRV, aki 300 valahány darab települést felügyel, és különböző geodétáktól kapja a rajzhalmazokat, és a különböző rajzhalmazok, amik beérkeznek, azok millió-millió rétegrenden, millió-millió blokkal vannak ellátva, legtöbb esetben még fel is vannak robbantva azok az elemek, amiből építsétek egy térinformatikai rendszert, hiszen valahogyan ahhoz majd pénzügyi adatokat, vagy valamilyen vállalatirányítási adatokat, valamit kell hozzá majd kapcsolni. Lehetetlen küldetés. Újraépíteni ezeket az adatokat sokszor nagyobb munka, mintha nekiállnál felmérni, és újra kimenni a helyszínre, és ott valamit előállítaná. Iszonyú nagy probléma sajnos az, hogy a mérnöki társadalomban nincs meg az a tudás, hogy ő ezt valamilyen szabályrendszer szerint felépítse, és valamilyen szabványos módon adja át majd a közműüzemeltetőnek, mert a közműüzemeltetőnek már pont az az érdeke, hogy ebből ő valamilyen műszaki nyilvántartást tudjon létrehozni, ki tudja gyűjteni azt, hogy hány darab ilyen és ilyen tűzcsapon van, hány darab ilyen és ilyen aknám, meg elzáró szerelvényem, és stb. Stb. Illetve kötelezettsége neki az, hogy a Lechner Tudásközpont felé mondjuk elközmeratokat szolgáltatjon, de nagyon jól tudjuk, hogy egy spagetti modellből, vagy szétrobbantott ábrákból ez mennyire lehetetlen feladat. Na ő itt Kati. Kati, aki ugyanezt a feladatot kapja, hogy tervezzen meg egy hírközlési hálózatot, csak Kati az már tovább képezte magát, ő már nem csak az autókeret ismeri, hanem vette azt a fáradtságot, hogy megismerkedett térinformatikai ismeretekkel is, és térinformatikai eszközökben gondolkozik, és azzal próbálja meg ugyanezt a feladatot megoldani, ráadásul olyan szinten, hogy az a kép, amit ő előállít, amit majd a kivitelezőnek is oda kell adni, az ugyanazt a képet fogja tudni mutatni, mint amit előtte Karcsi rajzolt. Ezért Kati igazából ugyanabban a környezetben dolgozik, csak éppen ismeri a térinformatikai képességet is mondjuk egy ilyen szoftvernek, elővesz egy adatbázist szerkesztő felületet, van ilyen nagyon sok programnak, ugyanúgy akár beszélhetnék MapInfo-ról, akár mit tudom én itt most jelen esetben az AutoCAD Map-ről, vagy akár egy QGIS-ről, és azt fogja mondani, hogy ő megtervezi, hogy milyen objektumokkal kell dolgozni, hogy ő aknákkal, tűzcsapokkal, nyomvonalas létesítményekkel hozzárendeli azokat a mezőket legalább, ami szükségesek. Ráadásul figyelhet még arra is, hogy ezeket az adatokat mondjuk tovább kell majd képeznie valahogyan, tehát például úgynevezett űrlapokkal, beviteli mezőkkel segíti a sajátos munkáját, hogy ne tudja később a szerkesztés során ezeket a feladatokat elrontani. Ugyanúgy lerakja azokat az objektumokat, amit az előtte lévő tervező egyszerű AutoCAD objektumokként használt, csak itt ezeknek a képe azonnal olyan formátum, olyan szabványban jelenik meg itt a jobb oldal talán látható, amit Kati ledefiniált ebbe az úgynevezett adatbázis modellbe. Eredményeképpen ugyanazt fogjuk látni, nagyon nagy előnye az, hogy Kati ki fogja tudni gyűjteni majd azt, hogy hány különböző objektumot módosított, hány különböző objektumot szerkesztett, és hogyan képződtek ezek az elemek. Tehát lehetne így is dolgozni, és mégis sajnos az van, hogy 90%-ban nem ezt a megoldást használjuk, mert a szoftvernek a képességeit nem készítjük, vagy nem használjuk ki. Hát ezért vagyunk mi, hogy igazából nagyon sok esetben próbáljuk rávenni azokat a közműüzemeltető cégeket, azokat a tervezőket, és most mondom szektortól függetlenül, hogy használják már ki a szoftvernek a képzéseit, vegyenek részt olyan technológiáknak a megismerésébe, amik hosszú távon a saját munkájukat megkönnyítik, és ezzel mindannyian jobban járunk mi is, akik ezeket megkapjuk, hogy tovább tudjuk őket dolgozni, illetve a közműszektor, vagy városüzemeltetés, vagy önkormányzati szektor is, aki ebből tényleg nyilvántartást szeretne építeni. Köszönjük szépen!